Sziasztok! Állítsunk ki egyet! Tegyük fel ezeket a képeket a falra, nem máshol, mint itt Újpesten, a Volvo galériában. Üdvözlök mindenkit a Fotóvilágban Fotó 27. bejegyzésében, és a mai témánk az lesz, hogy egy fotós tulajdonképpen miért állít ki, miért motiválja önmagát, hogy kiállítsa. A kérdés nagyon egyszerű, mert a publikációnak fotós számára az egyik legnemesebb formája a fotókiállítás, mikor hatalmas minőségi fotónyomatokon prezentálhatja munkásságát. Nagyon megtisztelő, hogy a pandémia idején, amikor az ilyen jellegű kulturális események nemképpen lassan egy éve befagyasztva, vagy nagyon csekély mértékben tarthatóak meg, egy nagyon komoly lehetőséget kaptam egy autószalonban, ami nem más, mint a Volvo Galéria, ami egyben szalon is és galéria is, és egy ilyen szép, exkluzív helyen lesz módon két hónapig a rengeteg itt megforduló ügyfél számára bemutatni a egykoron bemutatott álomszekvencia képsorozatomat. Miért vonzóak számomra az ilyen jellegű kiállításterek, mint ez a gyönyörű autószalon a Volvo galériában? Azért, mert a kiállításoknak dedikált galériákban, valljuk be őszintén, a megnyitó rendezvényen nagyon sok ember megjelenik, érdeklődő és főleg ismerős, de az azt követő hetekben, napokban, hétköznapokon csak szállingózik egy-egy ember, aki konkrétan bemegy egy kiállításanyagot megnézni, pláne egy kisebb galéria esetén. Azonban minden fotósnak javaslom azt, amit én magam nagyon kedvelek, hogy iskolák auláiban, kultúrházak előterében, színház termek folyosóin, közösségi terekben, például polgármesteri hivatalok közösségi terében, mint például itt ebben a gépjármű átadó szalonban, sokkal több embert érenek el a felvételeink, amit kiállítunk, hiszen a képeink együtt élnek a hétköznapokkal, az emberek életével, és miközben intézik ügyesbe is dolgaikat, akaratlanul, ha várakoznak, vagy csak elidőznek, tekintetük megakad egy-egy felvételünkön, és sokkal több ember kerül kölcsönhatásba, ami a vágyunk lenne, mint alkotó fotográfus. Hát ezért javaslom minden fotós társamnak, de akár festőnek és grafikusnak is, hogy inkább keresse az ilyen közösségi tereket, ezért örülök nagyon a Volvo Galériának a meghívásának, hogy ezt a lehetőséget itt élvezhetem, hiszen itt két hónapig, itt az ügyféltérben nagyon sok ember találkozhat a fotóimmal. De hát címezzük meg azért a képeket, erről is volt egy vlogom, hogy legyen-e a képnek címe, hát ennek van, ezért itt azért, ahogy számtalan előzetes adásba jelöltem, azért jelöljük meg, hogy ez a Dream Sequence sorozatnak a White Eagle fehér sas című felvétele. És most két hónapig itt láthatja a nagy élmény. We'll be right back.
De tulajdonképpen mi kell ahhoz, hogy kiállítsunk a motiváción felül? Hát természetesen nagyon nagy szervezőkészség, rengeteg türelem és rengeteg gyakorlati dolog, amit intézni kell. Egyáltalán a helyszínen hogyan és milyen módon tudjuk installálni a képeinket. Van-e tematika, ami illik a helyszínhez? Fontos-e, hogy a tematikához passzoljon a helyszín? Egyáltalán képcímeket megjelenítsünk, ne jelenítsünk meg. Legyen megállító tábla? Meg kell fogalmazni a szövegét. Nagyon sok kérdés van önmagában az installáció kapcsán, hogy tudjuk a legjobban prezentálni, amit szeretnénk. De hát ez egy dolog, mert ha nem ilyen pandémia időszakot élünk, mint most, tehát itt most nem lesz csak egy virtuális kiállítás megnyitó, de alapvetően egy megnyitó ünnepség szokta a útjára lendíteni a tárlatanyagot. Na most ilyen esetben ki lesz az a felkért művész, vagy ismerős ember, aki ismeri életutunkat szakmailag, aki bemutat minket és mond, van olyan kedves, és mond egy bevezetőt, vagy megnyitó beszédet. Ki az a közreműködő? Lesz-e közreműködő? Kell-e verset mond szavaló ember, zenész csapat, bármilyen fellépő közreműködő? Egyáltalán állófogadás jellegű lesz-e? Milyen jellegű a rendezvény? Én nem vagyok híve egyébként a nagy étkezéseknek, kiállítás megnyitókon, mert nekem nagyon visszás. Én azt mondom, hogy tiszteljük meg azt arra a művészt, hogy a képekre és a kiállítás megnyitóra koncentrálunk. Nem szeretem azt, mikor a hosszú asztalra kipakolt sütemények és egyebek miatt már toporog a tömeg, és az alapvetően az egyik vonzó tétele a kiállításnak. Tehát én azt javaslom, hogy maximum, ha elég reprezentatív a helyszín, akkor legyen egy kis pezsgő, egy nagyon kis üdítő mindenképpen az embereknek víz, de nem vagyok híve a nagy étkezéseknek, maximum egy nagyon pici sós vagy édes sütemény, de igazából ezt se támogatnám. Tehát nagyon sok mindenre kell figyelni egy kiállítónak, egy kiállítás szervezésekor, és hát bizony, ezt nem azt mondom, hogy szívás, de azért ezzel napok mennek el, és sokszor nagy fejtörést okoz. És hát itt attól kezdve milyen a megvilágítás. Itt szerencsém van, mert van egy napfénnyel szinte azonos ledes világítás, spotfény a falakon, ahol a képeim vannak, és önmagában nagyon világos, napfényes maga ez az autószalon. Végig egy keleti fekvésű ablaksorral, opálüvegen át. Ez egy nagyon ideális helyszín. De vannak olyan aulák, folyosók, amiket említettem az előbb, amely azon kívül, hogy nagyon sok ember láthatja, nem igazából vannak fölkészítve erre. Hát ott bizony nagyon gondos munka és sok segítség kell a helyi rendezőkkel, hogy ki lehessen fundálni, hogy milyen módon reprezentáljuk a képeket. De mégis azt mondom minden fotósnak, kiállítani jó, kiállítani kell, mert a legnemesebb formája a fotó publikálásának. És aki egy kicsit az alkotói tevékenységét, mert bizonyos mércével méri, bizony nagyon fontos mérföldkövek a bizonyos életciklusainak, vagy tematikusan kiállított anyagainak a kiállításai. És ez egy nagyon jó referencia is, bármilyen tervünk van a jövőben, amit érdemes bemutatni. Tehát állítsatok ki minél többet, akinek ilyen irányú vágya van, alkotói vágya, és nem pusztán a fióknak, vagy újabban a Winchestereknek készíti a felvételeit. Tehát köszöntöm a figyelmet, állítsunk ki, amikor csak lehetséges. Sziasztok!